Köszöntöm nézőinket, legfrissebb napszemlénket láthatják, ima tartalomban. Felújítják, kibővítik és felszerelik a borszéki sportbázist. A létesítmény területének rendezése már elkezdődött. Tűzvédelmi gyakorlatot tartottak ma délután Gyergyószentmiklóson a Benedek húsüzemnél. Egerbe kapott meghívást a gyergyószentmiklósi közműszerelő csapata, hogy a vízi közmű versenyen megmérettesse magát. Közel 18 millió lejes beruházás révén újítják fel és bővítik ki a borszéki sportbázist. A fejlesztést az Országos Beruházási Ügynökség, a CSNEI végzi. A tereprendezés a napokban elkezdődött, és még az ősz folyamán neki lát a kivitelező a munkálatoknak. Elkezdődött Borszéken a Stadion utcai sportpálya területének rendezése. Többek között fákat vágtak ki az elmúlt napokban, és a betonlelátót bontották el. Ez volt a feltétele annak, hogy a kivitelező az új létesítmény építésébe kezdjen. Most nálunk volt a labda, valami fákot kellett kivágni, ezt pont a tegnap kezdték el, és most a napokban vágjuk ki ezeket a fákat, valamint amit el kellett bontani, azt elbontottuk, még a napokban kell valami törmeléket, tehát nagy betondarabokat kell onnan elszállítani, és akkor szabad a pályak az építő, ezt várta, hogy ezzel végezzünk, és akkor majd ő is tudjon kezdeni. Már az épületeknek a vasszerkezet az ki van hozva, úgyhogy bízok benne, hogy ott is elindítják minél hamarabb a munkálatok. A 2,5 év alatt megvalósuló projekt során a létesítményt korszerűsítik, kibővítik és felszerelik. A meglévő focipályát felújítják, gyepesítik, és 3 új multifunkcionális sportpálya is épül. Minden pályához éjszakai megvilágítást biztosítanak. Emellett a sportpályák egy új épülettel bővülnek, ahol öltözőket rendeznek be, kint pedig lelátó készül. A kivitelező még ebben az évben elkezdi a munkálatokat. Hát az épületet van a maga lelátó, 1000 fős lelátó, valamint itt magában foglal mosdókat, meg különböző helységeket, és van egy külön épület, ahol lesznek az öltözőktől kezdve minden, tehát ezt a 2 épületet akarják az idén mindenképpen elkezdeni, legalábbis erről volt az utolsó egyeztetéskor. A 2,5 év alatt megvalósuló projektre közel 18 millió lejt hagyott jóvá a fejlesztési szaktárca. Ehhez még 4 millió lej önrészt társít az önkormányzat. Jövő évtől 1600 lejre nő a vakációs utalványok értéke, de csak a bruttó 14 ezer lejnél kisebb fizetésű közalkalmazottak kapnak üdülési csekket. Derül ki a Románia hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát szolgáló intézkedések törvénytervezetéből. A pénzügyminisztérium honlapján közzétett javaslat azt is előírja, hogy 2025. januárjától az étkezési utalványok éves összértéke nem haladhatja meg a 2019. január 1-jei bruttó minimálbér kétszeresét. Ugyanakkor a tervezet 1500 lejben szabja meg a közalkalmazottak veszélyességi bérpótlékának felső határát. Minden évben tűzvédelmi szimulációt szervez a Benedek húsüzem, így történt ez kedd délután is a vállalatnál. Az oltásban és a mentésben szerepet vállalt a gyergyóalfalvi önkéntes tűzoltóság. Már hagyomány jelleggel minden évben a Benedek húsüzem tűzvédelmi gyakorlatot szervez. Így történt ez kedd délután is. A vállalat nagy hangsúlyt fektet, hogy az ott dolgozó személyzetet felkészítsék egy esetleges hasonló helyzetre. Hát szükség mindig van, bár sose kellene használjuk, de azért azt szoktuk mondani, hogy készülj fel a katasztrófára, és akkor csak katasztrófa helyzet lesz. Ha nem készülj fel a katasztrófára, akkor katasztrófa lesz. Úgyhogy mi minden évben hagyomány, már így is lehetne mondani, hogy felkészülünk erre. Minden évben egyszer-kétszer ezt a riasztást megcsináljuk, az egész gyár kivonul, és minthogyha egy élő tűz lenne, minthogyha sebesültek, sérültek lennének, de teljesen élőben megy a játék. És hát gyakoroljuk a palackokkal való tűzoltást, most is így, hogy halszik kint gázas palackok, meg poroltós palackok. Nagyon hasznos, én úgy gondolom,
Az utóbbi időben, ahogy láttuk, hogy a környéken komoly gyárak gyúltak meg és égtek le, most nemrég ugye Udvarhelyen is a Maxolnak az egyik része, hát sajnos, hogy ilyen dolgok történnek, mi tényleg nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre. A jövőben még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni olyan szempontból, hogy felkészülünk ilyen automata tűzoltó oltásos palackok, el sem tudom képzelni milyenek, már csak így mondták, hogy felrobban, és akkor elhogyja azt pillanatnyilag azt a tüzet mondjuk egy ilyen biztosíték táblába, vagy valami. De erre a célra több mint 200 ezer lejt tettünk félre most, hogy ezt megoldjuk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt minden cég érdemes lenne megcsinálni egy évben egyszer legalább. A gyakorlat napján, ahogy megszólaltak a vállalatnál a riasztók, az ott dolgozó személyzet minél gyorsabban távozott az épületből. Nem sokkal később az értesítést követően a Gyergyó Alfavi önkéntes tűzoltó alakulat két autóval sietett a húsüzemhez. Mint ahogy azt megtudtuk, a szimuláció előzetes egyeztetést vont maga után, a riasztásról, illetve a mentésről a parancsnokot kérdeztük. A riasztás az úgy van, ugye, hogy a cég az eleve magának kell legyen egy csapata, aki ezt a dolgot itt követi és csinálja. Tehát amikor megkaptad a riasztást, mindenkit ki kell üríteni az épületből. Utána következik az, hogy ők már, amire érkeznek a mentőcsapatok, akkorra nagyjából tudják azt, hogy valahol valaki bennmaradt. Mindig is az van a legelső, hogy kijöttek szekciónként. A szekciófőnök, minden szekciónak van egy főnöke, vagy vezetője, és akkor az nézi, itt x ember dolgozott, hoppá, egy hiányzik. Akkor az gyorsan le van jegyezve, amire megérkezett a mentőcsapat, akkor tudja, hogy itt egy sérültet keresünk, nem tudjuk, hogy mi van vele, mert még mi se tudhassuk. Ott egy sérültet, ott egy sérültet, vagy itt. Itt a pillanatilag a mai helyzetben öt sérültünk volt, öt különböző helyen, öt különböző szekcióban olyan, hogy iroda, meg egészen más eltérő helyeken, amikor megérkeztünk, akkor pár pillanatos egyeztetés után a cégvezető tudta, hogy itt és itt kell keresni embert ebbe az épületbe, nem az, hogy itt, ebbe a pontában az épületbe, részbe. És akkor ugye a mentőcsapat az megkapta, hogy itt kerestek emberkét, itt kerestek sérültet, itt kerestek sérültet. Attól a perctől kezdve ugye, akkor az van, hogy beöltözve addig, de akkor már jön, hogyha olyan helyen van, hogy füst vagy gáz, vagy valami olyasmi van, akkor légzőkészülékkel indulnak a mentőcsapatok, amik általában ritkán kettőből, nagyon-nagyon megszorult esetben kettőből, de nagyjából három személyből állnak, és akkor ugye keresték a sérülteket, a szép sorjában közták a sérülteket. Közben párhuzamosan elindult az oltás, ugye a másik az volt, hogy épülettűz is van. A két autóról megindultak az oltások, és ahhoz, hogy az utánpótlása meglegyen a két autó vízellátásának, itt van ez a tó, amit hátulról egy nagy kapacitású motorpompával táplálta a két autó. A mentést követően az ott dolgozó személyzet egy bemutatót is láthatott a húsüzem udvarán. Ezt a Gyergyó Alfavi önkéntes tűzoltó alakulat alparancsnoka tartotta. Továbbá pedig van itt egy szeleprajtó, egy kéziszelep, és van egy tömlő, portömlő, amivel irányítsuk a tűzre az oltóanyagot. Van még egy biztosítékszeg, amit használat előtt ki kell venni. Elég könnyen jár, egy nylon biztosíték van benne, és amiután kihúztuk, azután egyszerűen megnyomjuk a kart, ráirányítsuk a tömlőt a tűznek a forrására, és működésbe lehet hozni egyszerűen. Arra kell vigyázni, hogy fogjuk keményen a tömlőnek a végig, az irányát jól határozzuk meg, mert elég kellemetlen, hogyha valakinek a szemébe vagy a légzőutakba bekerül. Itt a P6-os, az alappalack, a P6-os, amit bemutattak a kollégák, tehát ugye abban volt olyan, amelyik porral oltós, és van, amelyik gázzal oltós. Elmagyarázta a kollega itt az alkalmazottaknak, hogy melyiket mire használják, mit érdemes, mit szabad oltani vele, mert végül csak palackon rajta van, de amikor egy alkalmazott azt a kezébe kapta,
Hiába, hogy ezelőtt elmagyarázták neki évente kétszer talán, de én meg vagyok győződve, hogy nem nézi meg, hogy mit kell ebben csinálni. És akkor általában történik az, hogy például simma az, hogy mikor elindítottad a palackot, meg kell fogni a slagot, orba üti. Magyarul, meghúzta, elengedi a gázt, vagy a port, orba tudja ütetni magát, vagy akarról is meg tudja ütetni. Tehát jó, évente általában kétszer van a fejkészítés, és biztos vagyok benne. És a kolléga azt magyarázta még egyszer. Akár hányadikszor is, akár hányszor el kell magyarázni. Alkalmazottak úgy, mint nekünk is, hogy megfogtad, ezt csinálsz, azt csinálsz, biztosítékot kihúzod, így ezt tudtad fele, azt tudtad. A másik lépés pedig az volt, hogy egy föld alatti tűzcsapról, amit most már nem annyira kellene használni, és nem is annyira használnak, csak gyárterületen általában autókkel mozogjanak, ez egy régebbi technika. Most már, ha menjünk városba, akár ott is lássuk ezeket a piros tűzcsapokat, a földfelettieket használják most nagyjából. Föld alatti tűzcsapról szerelést csináltak egy két szétemlővel, sugárcsővel, és megoldottak egy ilyen olajos bidomba generált tüzet. Kovács Zoltán igazgató köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek ennek a gyakorlatnak a megszervezésében. A közoktatásban az idei tanévtől kezdődően 6 különféle ösztöndíjban részesülhetnek a diákok. Az átalakult ösztöndíjrendszert az új oktatási törvényhez kellett igazítani. Újdonságnak számít, hogy a kiskorú édesanyák is részesülhetnek minden hónapban egy bizonyos összegben, ezzel megelőzve az iskolai lemorzsolódást. Lesz műszaki ösztöndíj minden szakiskolában tanuló gyerek számára, ugyanakkor az érdemösztöndíjak összege is növekedni fog. Megszűnt az ukrán gabona importjára vonatkozó tilalom. A gazdák elkeseredettek, a bolgár mezőgazdászok már utcára vonultak, és egyre elkerülhetetlenebbnek tűnik egy hazai tiltakozó megmozdulás is. A gazdaszövetség ugyanakkor egyelőre tárgyalással próbál dűlőre jutni a kérdésben. Óriási felháborodást váltott ki az ukrán gabonaimport által leginkább érintett 5 európai országban az Európai Bizottság pénteki döntése miszerint nem hosszabbítják meg az ukrán gabonaimport tilalmát. Magyarország, Szlovákia és Lengyelország saját hatáskörben meghosszabbítja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Ukrajna közölte, bepereli az említett országokat. A bolgár gazdák hétfőn utcára vonultak. Románia ismét az óvatosság mellett döntött, úgy látta jónak, megvárja az ukrán cselekvési terv hétfőre ígért bemutatását. Mácsercsó Láku miniszterelnök úgy nyilatkozott, az ukrán kormányfővel megegyeztek abban, hogy a tilalom eltörlését követően sem hoznak be gabonát Romániába. Ha megjelennek exportigények Románia irányába, kérni fogom a mezőgazdasági, illetve a gazdasági minisztert, adjanak ki közös rendeletet arra, hogy 30 napig, amíg a dolgok rendeződnek, hosszabbítsák meg a tilalmat. Egyetlen igénylés sincs, és biztosítani szeretném a gazdákat, hogy nem kerülünk vissza az egy évvel ezelőtti helyzetbe. Derültékből villámcsapásként érte őket a helyzet, és azt szeretnék, hogy Románia ne szerepeljen célországként semmilyen ukrán mezőgazdasági termék számára, hangsúlyozta híradónknak a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros szervezetének elnöke. Fazakas Miklós figyelmeztetett, hamarosan nem lesz, aki termeljen, és a kereskedelmi hiány napról napra nő. Oda jutottunk, hogy most már 80%-át importáljuk a mezőgazdasági termékeknek. Ez most lehet, hogy a fogyasztóknak pillanatnyilag esetleg valamivel kedvezőbb árat jelent, ugyanakkor rövid távon és hosszú távon ez egy katasztrofális következménnyel jár és járhat. Akár gyakorlatilag mondjuk azt, hogy élelmiszerellátási szempontból nemzetbiztonsági kockázatot is jelent már ebben a pillanatban. Mint mondta, minél többet termelnek, annál nagyobb a veszteség. Romániában több mint 15 ezer jogi személyiséggel rendelkező gazdaság már képtelen fizetni banki és más hitelrészleteit. Ugyanakkor az elmúlt több mint egy évben több mint 5 milliárd eurós veszteséget produkáltak országos szinten az Ukrajnából érkező gabona és más mezőgazdasági termékek miatt. A gazdák tiltakozó akciója lassan elkerülhetetlennek tűnik, de egyelőre tárgyalni próbálnak, megoldást keresni arra, hogy megmentsék a válságba került farmokat. A gazdaszövetség képviselői hétfő délután is tárgyaltak a szaktárcával. A közösségi oldalon osztotta meg a jó hírt a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum, miszerint a Pulszki Társaság Magyar Múzeumi Egyesület a Fölemelt Fővel című kiállításukat az év kiállítása 2023 jelöltje címmel jutalmazta.
Az elismerő kitüntetés mellett így versenyben vannak a fődíjért is, mely nem más, mint az év kiállítása díj valamelyik kategóriája. Eszerint a Magyar Kiállítások Oscar-díjának jelöltje a Gyergyói tárlat, mely hétköznapokon 9 és 17 óra között, hétvégén pedig 10 és 17 óra között látogathat a közönség. Egerbe kapott meghívást a Gyergyószentmiklósi közmű szerelő csapata, hogy a vízi közmű versenyen megmérettesse magát. Derekasan helytáltak a gyergyóiak csapatban és egyénileg is. Az Egri vár volt a helyszíne a magyarországi vízi közmű verseny 20. kiadásának. Három napon át zajlott a Magyarországon hagyományosnak számító megmérettetés. A tavalyi kiadást az egriek nyerték meg, ezért illette most őket a szervezés joga, hogy házigazdaként ne szálljanak versenybe, inkább a testvérvárosi gyergyószentmiklósi csapatot hívták meg. Nem volt egyszerű dolguk a gyergyóiaknak, hiszen az anyaországban más szabványok szerint dolgoznak, mint itthon. Mégis sikerült a középmezőnyben végezniük. A csapatunk a három fős csapatból és Pót segéd csapattársunk volt. Voltunk három versenyző, kollégával versenyeztünk, és ez a 20. egri vízmű verseny volt, szerettel vártak, és 21 csapat versenyzett, amiből 11. helyet értünk el. Volt elméleti gyakorlat is, és volt fizikai gyakorlat, tulajdonképpen anyagismeret, szerelési munkálatok, ilyesmikről volt szó. A verseny nagy múltra tekint vissza Magyarországon. A több száz közmű dolgozó megversenyeztetése nem kis kihívás a szervezőknek, de jelentős szakmai hozadéka van mindenki számára. A verseny célja egyrésztről az, hogy a külvilág felé üzenetet küldjünk arról, hogy a vízműves szakma is létezik. Hajlamosak vagyunk egyszerű fogyasztóként azt gondolni, hogy természetes dolog, hogy a csapból otthon folyik a víz, de nagyon kevesen tudják azt, hogy emögött milyen munka és mennyi munka áll, és hogy ez a munka mennyire összetett és komplex. Ma ott tartunk, hogy nagyon kevésbé vonzó a vízműves szakma a fiatalok számára. Tehát célunk az is, hogy szeretnénk megmutatni az utánpótlást, formálni, a szemléletüket formálni annak érdekében, hogy válasszanak minél többen olyan szakmát, amely a víziközmű szolgáltatást elősegítheti, ennek a fejlődését előre mozdíthatja. Célunk az is a verseny megszervezésével, hogy a vízműves szakemberek közötti kohéziót erősítsük, a tudás megosztást erősítsük, a szakmai baráti kapcsolatokat erősítsük, mert azt gondoljuk, hogy erre nagy szükségünk van. Egy közösségként több mint 20 000-en vagyunk az országban, akik a víziközmű szolgáltatással foglalkozunk, és ez egy jó érzés, és egy jó és fontos dolog az egymáshoz való kapcsolódás szakmai keretek között is. A gyergyószentmiklósi résztvevők arról számoltak be, bár nem volt könnyű dolguk, hasznos ismeretekre tettek szert a verseny során. Az erdélyi születésű kiváló publicista, műfordító, szerkesztő és politológus Király Béla Sárga mellényben című kötetét mutatják be szeptember 20-án 17 órától a gyergyószentmiklósi városi könyvtárban. A kötet magyarországi és erdélyi folyóiratokban és napilapokban közölt írások mellett olyan recenziókat, esszéket, műfordításokat és interjúkat tartalmaz, melyekből megérthetjük a mai európai valóság hátterét. Kíméletlenül rántja le a leplet a francia újbaloldal értéktagadó és közösségromboló ideológiájáról. Több írás is taglalja a muszlim bevándorlást, állítva, hogy a civilizáció hanyatlásáért nem a bevándorlók a felelősek, hanem azok, akik ide csábítják őket és megszervezik utaztatásukat. Feltárja, hogy Angela Merkel kancellári működése alatt elkövetett stratégiai hibák hogyan gyengítették a német gazdaságot, és miként rendelték alá Németországot az USA katonai érdekeinek. Menedékszoba várja Marosvásárhelyen a távolról érkező betegeket és hozzátartozóikat. A szállás ingyenesen, illetve kedvezményesen biztosít kényelmet azoknak, akik erre rászorulnak. A szeretett szolgálat munkáját havi 4 euróval lehet támogatni egy SMS elküldésével. Aki ezt még a héten megteszi, nyereménysorsoláson vehet részt.
A betegeket, illetve hozzátartozóikat várja Marosvásárhelyen a Szolidaris Egyesület által működtetett menedékszoba. A garzonszoba kényelmet biztosít azok számára, akik messziről érkeznek a városba valamilyen egészségügyi ellátásra. Fel van szerelve fekvőhelyjel, szekrénnyel, televízióval, mosógéppel, mosogatógéppel, szárítógéppel és konyhai eszközökkel, valamint fürdőszobával, mondta el Sajó Norbert, a Szeretett Szolgálat alapítója. Ugye gyógyászati központ Marosvásárhely, és ehhez igazodva megnyitottuk az egyik szobánkat azok előtt, akik egészségügyi ellátásra, beavatkozásra érkeznek betegként vagy hozzátartozóként. Vannak olyan helyzetek, amikor a beteget sem tudja fogadni a kórház, de arra meg egészen gyakran van példa, hogy a hozzátartozónak kell megoldania valamilyen formában. Nagyon fontos hiányosságként mértük fel, és tapintottunk rá erre a gyenge pontra. A menedékszobát egyébként már sokan igénybe vették, a tavaly 260 nap volt használatban, tette hozzá. A szoba ingyenes az első 3 éjszakán, utána 35 lejbe kerül, de figyelembe veszik azt is, ki mennyire engedheti ezt meg magának. Ahhoz azonban, hogy ennek a költségeivel ne a beteget terheljék, szükség van a támogatókra. Aki szeretne segíteni, havi 4 euróval járulhat hozzá a szállás költségeihez úgy, hogy elküldi a Szolidaris szót a 8864-es telefonszámra. Azért, hogy bátorítsák a támogatókat, most egy sorsoláson is részt vesznek azok, akik szeptember 23-áig elküldik az SMS-t. A támogatók jóvoltából egy kerékpárt, egy szovátai wellness hétvégét, vagy egy 8000 leértékű fás kazánt nyerhetnek a szerencsések. Szeptember 18-ával kezdődően a Sugó barlang csak hétvégén látogatható, vagyis szombaton és vasárnap 10 és 15 óra között. Az érdekeltek a képernyőn látható két telefonszám, valamelyikén tudnak előzetesen bejelentkezni a barlang látogatásra. Harmadik alkalommal szervezték meg Csíkszeredában a Running Festivalt. Az eseményre előzetesen több mint 1000-en neveztek be. Akik jelen voltak, mindenképp szép élményekkel gazdagodtak. Szeptember közepén, 15-én és 16-án tartották a harmadik Running Fesztivált Csíkszeredában. Az idei verseny résztvevőinek száma bőven meghaladta a tavalyit, hiszen több mint 1100-an regisztráltak be a futásra. A résztvevők a korábbi 6 versenyszám helyett idén 7 közül választhattak. A kétnapos esemény az egyre népszerűbbnek bizonyuló éjszakai 7 kilométeres terepfutással kezdődött. Az este 8 órai rajtot követően a versenyzők rögtön az elején a Kissomlyó-hegyet célozták meg, mely garantálta főleg a látványbeli élményt, és a Nagysomlyó-hegy érintésével a Csíksomlyói kegytemplomnál lévő rajt- és célvonalnál ért véget ez a szakasz. Másnap következtek a maratoni, félmaratoni távok, valamint a 10 és 5 kilométeres szakaszok, és a legnagyobb népszerűségnek örvendő családi, 2,5 kilométeres futás, amelyre 95 család nevezett. Nagyon sok kisgyerek is jelen volt a programon. A versenyre az ország több mint 20 megyéjéből jelentkeztek be a sportolók, de érkeztek a határokon túlról, Magyarországról is résztvevők. Az egyes távok útvonalait úgy választották ki a szervezők, hogy a futók ízelítőt kapjanak Csíkszereda és a közvetlen környék legszebb látnivalóiból, és a rendezvény nem csak a mozgás, sportolás szempontjából volt élményszerű, hanem a térzenének köszönhetően meglehetősen hangulatos is volt. Az eredmények tükrében az éjszakai terepfutást a nőknél Keresztes Vakaria Edit, a férfiaknál pedig Szerea Stefán nyerte. A félmaratonon Koter Adél és Kovács Szabolcs lettek az elsők. 5 kilométeren Erős Hanna és Nagy István, 10 kilométeren pedig Táncos Jutka és Král Péter győzedelmeskedett. A maratonon szaladókat különféle kategóriákban díjazták.
főbb híreink még egyszer, egy mondatban. Felújítják, kibővítik és felszerelik a borszéki sportbázist. A létesítmény területének rendezése már elkezdődött. Tűzvédelmi gyakorlatot tartottak ma délután Gyergyószentmiklóson a Benedek húsüzemnél. Egerbe kapott meghívást a gyergyószentmiklósi közműszerelő csapata, hogy a vízi közmű versenyen megmérettesse magát. A hírek végén köszönöm figyelmüket. Napszemlével holnap is jelentkezünk. Számítunk Önökre, szép estét, a viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.